Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Jelenlegi világunkkal mennyire vagytok elégedettek? Ki az, aki nem elégedett? Oké. Okay. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Sok. Azon kívül, hogy sok. Konkrétan? Bizonytalanság. Bizonytalanság. Nemrég volt ugye a Covid, a háború megölte a Covidot, nem? Érdekes. De a háború megöl embereket is, nem csak a Covid-ot Van egy háborunk, most attól kezdenek félni, hogy ugye már a, tudják, hogy az oroszok nyerni fognak, és akkor nem állnak meg Ukrajnánál, és mennek majd tovább, és akkor hűítik evel a népet, hogy megtámadnak majd minket az oroszok, vagy mi megtámadjuk az oroszokat. Ez akkora hülyeség, ez megint tudjátok micsoda, ami volt, csak a fiatalok nem emlékeznek rá. Ezt úgy hívják, hogy hidegháború. Ez a hidegháború egész sokáig volt, a 80 as évekig, évekig volt, az 50 évek elejétől, egészen 30 éven keresztül volt hidegháború. Na most megint ugye hidegháború, háborús, hidegháborús időszakot, tehát hidegháborús azt jelenti, hogy nincs háború, de mégis van. Jó, itt a szomszédunkban van, ami ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy az oroszok azok nem is tekintik háborúnak ezt, és csak egy ilyen konfliktusnak tekintik, tehát nem háborúnak. Az ukránok háborúnak tekintik, meg ugye mi is, de az oroszok egyáltalán nem tekintik ezt háborúnak, nem is kommunikálják így sehol, sehol a világban, otthon sem, hogy ők háborúban állnak Ukrajnával. Hát hogy állnának háborúban, mikor, mikor a határvidék, ugye Ukrajna azt jelenti, hogy határvidék, ugye tudjátok, és gyakorlatilag ugye rendezkednek egy kicsit a határvidéken. Tehát, ugye, rokonnév, mind a kettő, ugye, szlávnév, megértik egymást, ugye a két nyelv az nagyon hasonlít egymáshoz. Tehát, ugye, el vannak, mondhatjuk, az, hogy inkább belháború. Tehát ez belháború, tehát ilyen konfliktus. Tehát szó szerint mondom, az oroszok konfliktusként kezelik, és nem háborúként. Most képzeld el, hogyha az oroszok nem háborúznak, akkor miért akarnának minket megtámadni? Tehát ők nincsenek háborúban. hát nem gondolják azt, egy háború. Figyelj, ha háború van, akkor nincs olyan, hogy figyelembe veszik a lakosságot. akkor fogják, azt ölik a lakosságot. Érted? Most ők nem ölik a lakosságot. Tehát ők ölik az ukrán katonákat, meg ölik az ukrán katonai objektumokat, aztán abban lévő embereket. Hát, és azon kívül semmi. Tehát nincs lakosságírtás. Tehát egy háborúban ott nem kímélik a lakosságot. De nem írtják a lakosságot. Tehát nincs ilyen. Tehát valaki azt gondolja, hogy ők írtják. Ezért nem haladnak. érted? Most, ha ők fogtak volna, csináltak volna egy totális támadást, már Ukrajnában nem lenne semmi. Oké? Tehát ez egy ilyen lassú haladás. Tehát az érdekeiket érvényesítik, de mondom, nem bántják a lakosságot. Ha eddig bántották a lakosságot, az gyakorlatilag nem szándékos volt, hanem valami eltévedt akármi. Tehát eltévedt lövedék. Tehát nincs ilyen. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy, hogy ugye ők háborúznak, az oroszok, az, az ukránok, azok háborúznak, de az oroszok nem. Tehát hogy akar egy, mondom, egy ország megtámadni egy másikat, ha ő nem háborúzik nem háborúzik. Tehát ez nem olyan, mint tíz volt Afganisztánban, hogy fogták, aztán ott öltek mindenkit. Értitek? Tehát nincs ilyen. Tehát ez nem háború, amit ők vívnak. Ez ilyen konfliktust, és a konfliktust oldják meg. Ezt a konfliktust egyébként nem ők kezdték. Maradjunk ennyibe. Tehát nem ők kezdték, hanem az ukránok kezdték. Jó? Csak nem katonailag kezdték, hanem másféleképpen. Amire ugye katonai választ adtak. Tehát, ugye ezt azért mondtam, hogy tiszta és világos legyen, hogy egy olyan világban élünk, ahol, ahol az embereket, hát hogy is mondjam, hát ijesztgetik, félelembe tartják, és ez már réges rég óta így van, hiszen nézzétek meg, a második világháborútól ismerjük jobban a történelmet, ugye mert az megélték meg az emberek, a második világháborút, ugye az én nagyapám az első világháborút is, másodikat is megélte. Beszélt nekem róla, tehát ugye egy olyan közeli időszak, amit én mondjuk az előző vagy az előző, az előtti generáció még megélt, és tudott róla mesélni, tehát nem csak könyvekből lehetett olvasni, hanem tudott róla mesélni. És ugye a hidegháborút még én is megéltem személyesen, ugye azt a korszakot, de a fiatalok azt se tudják, hogy gyakorlatilag ez hogy volt, mint volt, miként van. Volt, hát egy új fogalmat fognak a fiatalok megismerni, ez a hidegháború. Tehát, hogy azt a látszatot keltik, hogy mintha két ország vagy két nép meg akarna egymást támadni. Az közben szó sincs, szó sincs, szó sincs róla, csak arról szól a történet, hogy az embereket ijeszkessék. Miért kell az embereket ijeszkedni? Hát azért, mert ugye félelembe jutnak azáltal, hogy ijesztgetik őket. És a félelemben lévő emberrel azt csinálnak, amit akarnak. De tényleg ezt hidd el, hogy így van. Tehát aki fél, avval azt csinálnak, amit akarnak. Tehát a félelemben lévő ember az nem rendelkezik szabad akarattal, tehát ami azt jelenti, hogy nem tud gondolkodni. Tehát egy félelemben lévő embernek meg kell mondani, hogy mit csináljon, és ezt ha sikerül elérniük, akkor az emberek tömegének, megmondják, hogy mit csináljanak. De és úgy manipulálják őket, ahogy akarják. De és ha valaki azt gondolja, hogy hát de ennek nincs oka. Hogy ne lenne oka? Elmagyarázom az okot. okot. Jó? Tehát most még nagyobb oka van, mint az 50-es, 60-as, 70-es években. Vagy a 80-as évek elején. Jóval nagyobb ok van. Hát azóta mondjuk a 80-as évek elejé óta Hát mondjuk megduplázódott az emberiség lélekszáma. Sőt, akár mondhatjuk azt, hogy több mint duplája. És azóta a technika nagyon-nagyon fejlődött. Tehát az elmúlt, az mennyi? 40-valahány év. Tehát mondjuk 40 évben a technika többet fejlődött, mint előtte bármikor összesen. Tehát a a technikai forradalomtól, az 1640-től nem fejlődött annyit a technika ez a 80-as évek elejéig, mint a 80-as évektől napjainkig. Tehát brutál módon fejlődött a technika, és ennek következménye az lett, hogy igazából hát közel nem lenne szükség ennyi munkaerőre. Hát megnézitek, régen, mikor én gyerek voltam, akkor, akkor kaszáltak az emberek a mezőn mezőn még úgy kaszáltak, érted, hogy alig volt kombány. És az aratás nagy része az kaszálással történt. Akkor gyűjtötték, ugye összegyűjtötték, ezt most már mind megcsinálják, már régóta a gépek. De nem csak a kombány lett kitalálva, hanem rengeteg, rengeteg minden. És gondoljátok végig, annak idején a 90-es években én működtettem, működtettem Önkéntes nyugdíjpénzt. Tehát annak voltam az elnöke. És ugye, amikor legtöbb alkalmazottam volt, akkor 130-valahány alkalmazottam volt. Most azt, amit munkát akkor csináltak, azt meg lehet oldani mondjuk 6 emberre. Érted? Nem csak számít, akkor is számítógépen dolgoztak, de minden manuálisan. Most már vannak olyan programok, mindent megold. Érted? Tehát be, be tudnak fizetni az emberek úgy, és úgy kerül a számlájukra, hogy hozzá nem kell kézzel. És ott meg mindent manuálisan rögzítettek. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy olyan szintű a, a technika fejlettsége, hogy gyakorlatilag, hogyha mindent bevezetnének technikát, akkor több mint fele a, a mostani alkalmazottaknak nem kellene. Nem kellene. Oké? Na most, akkor nézzük meg, hogy milyen terveik vannak ezzel kapcsolatban. Tehát olyan terveik vannak, hogy ugye gépesíteni akarnak, de nem küldhetik el az embereket, mert akkor fellázadnak, tudod. De ha egy ember, Félelem hangulatában van, érted? E akkor nem lázad. Tehát félelemben nincs lázadozás. Tehát mikor van lázadozás, <coughs> mikor az ember haragos, vagy ellenséges, akkor lázadozik. De mikor félelemben van, az egy rosszabb hangulat a félelem. Ugye ez a, az egy olyan szint, ahol az ember már nem lázadozik. Akkor mit csinál? Pánikol. Pánikol, az nem lázadozás, az menekülés. A pánik az menekülés. Tehát ami azt jelenti, hogy ha a lakosságot leviszik félelem szintjére, akkor nem lesz lázadozás. És miért félnek a lázadozástól? Mert még egyszer mondom, ha bevezetnék a technikát, akkor onnantól kezdve a, a dolgozó lakosságnak a több mint fele az munkanélküli lenne. Érted? <coughs> Na most ezt ebből lázadás lenne. Most hogy oldják, akarják ezt <coughs> elnézést megoldani? Úgy akarják megoldani, hogy, hogy be akarnak vezetni, nem olyan hosszú távon, egy, hogy hívják ezt a... a igen. Alapjövedelem, igen, mindig elfelejtem ezt a szót, hogy alapjövedelem, de ez az alanyi járó, jogon járó alapjövedelem, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy segély, egy segély, és ezt úgy akarják bevezetni, hogy azok kapnának, akik teljesítik azt a feltételt, hogy beadják a vagyonukat. Oké? Okay? Tehát az, aki nem adja be a vagyonát, az nem kapna. Hát nyilván, aki dolgozik, az nem adná be a vagyonát, mert annak van jövedelme. De aki nem dolgozik, az beadná. Tehát miért jó a gépesítés? Tehát a gépesítés sokkal kevesebbe kerül egy munkaadónak hosszú távon, mint egy alkalmazott. Ja. Tehát, na, bocsánat, lényeg az, hogy tudni kellene, hogy egy, egy alkalmazott, amit nettót megkap, körülbelül ugyanakkora összeg, mint a nettó, az megy az államkasszába. Oké? Okay? Tehát ez baromi sok. Tehát gondold végig, de dolgozik valaki mondjuk 600 ezer forintért, abból 300 az állami, és a 300 ő megkap. Érted? Tehát az állam annyit kap, mint amennyit tett. Érted? Tehát vegyük ezt a példát, jó? Hogy dolgozik valaki 600 ért és 300-at megkap, 300 az állami. Akkor az államnak egyszerűbb lenne, hogyha a munkaadók, meg a munkaadóknak is azt mondanák, hogy fizessenek 250 ezer forintot, amit megkap a dolgozó, és akkor már spóroltak 50 ezer forintot. És a gép többet termel, mint a dolgozó. Érted? Jóval. Többet termel, mint a dolgozó. Tehát magyarul hatékonyabb sokkal a termelés, sokkal kevésbé selejtes a termelés, mert a gép az sokkal kevésbé hibázik, mint az ember. És fogják, és kifizetik, mondjuk bevezetik adóban azt, hogy fizesse mondjuk 250 ezer forintot. Nem dolgozunk mert akkor nem dolgozol, kiadnak egy adót. Kifizetik, amiből az állam kifizeti a alapjövedelmet, nem tudom világos -e, azoknak, akik nem dolgoznak. Ezáltal megsporol az állam és a munkáltató és mindenki jól jár, csak a dolgozók nem. És a dolgozók azt gondolják, hogy jól jártam, mert amúgy 300 ezerért dolgozni kellett volna, most meg kapok 250 ezeret, és nem a dolgozni. Érted? Tehát ez a terv. Ezt nem kell elhinni, akkor is tudom, hogy ez a terv. Nekem vannak értelősüléseim arról, hogy mi a terv. Világos ez? Ez a terv. Na most, de ez tudod, mit jelent? Ennek több vonzata van. Például az, hogyha egy ember nem dolgozik, hát például a férfiak, ha nem dolgoznak, nézd meg a nyugdíjas férfiak jó része az azért hal meg, mert nem dolgozik. Gondold végig. A nők ugye másként működnek, mert nekik ott van a család, de mondom, a nyugdíjas férfiak nagyon nagy része meghal a nyugdíj környékén. Vagy a nyugdíj előtt, vagy a nyugdíj után, vagy éppen mikor nyugdíjba vonul, a körny tehát ott valahol. Van egy, egy ilyen statisztika is, hogyha egy férfi már túléli ezt a nyugdíjba vanulás időszakát, akkor utána elél elég sokáig. Tényleg, van egy ilyen statisztika. De ugye ez azt jelenti, hogy a férfiak jó része az azért sokkal rövidebb. Tehát menjünk egy kicsit vissza a történelme. Tehát amikor nem volt nyugdíj, akkor a férfiak és a nők átlag azonos volt. Világos ez? Nem volt különbség a férfiak és a nők között. Elhalálozásban. Tehát az tévedés, hogy a nők hosszabban élnek, azért élnek hosszabban, mert a nőknek a tulajdonságuk olyan, hogy sok apró céljuk van, a férfiaknak meg kevés, de nagy, és ha a kevés nagy cél elfogy, akkor a férfinak nincs értelme az életének. Világos ez? Tehát a férfiaknak jóval kevesebb céljuk van, mint a nőknek. A nőknek viszont sokkal több van, és sokkal kisebb. Tehát a férfiak nagyobb célokat akarnak. Keveset, a nők sok kicsit. És az a sok kicsi, az mindig van. Érted? Tehát olyan mindig van, az életük végéig van, általában a nőknek kisebb céljaik. De a férfiak nagy részét megnéznéd, hogy nyugdíjban mi a nagy célja, azt mondaná, hogy semmi. Érted? Na most az ember úgy működik, hogy elveszti a célját, irány a temető. Oké? Okay? Jó, és ez érvényes a férfira is, meg a nőne, nőre is. Hát a nőknek is már nincsenek apró céljaik, akkor irány a temető. Férfinak elfogyja a nagy célja, irány a temető. Oké? Okay. Ezt ők pontosan tudják, tehát a pszichológusok ezt pontosan tudják, hogy az emberek hogy működnek. Csak van egy problémájuk, hogy én is tudom. <laughs> Oké? Okay. És én nem vagyok pszichológus. <laughs> szóval nem is akartam volna lenni, sose. Tehát legalább annyira ismerem a, az emberek és az életműködését, mint az pszichológusok, sőt, mondhatjuk azt, hogy jobban. No szóval, nézzük, lényeg az, hogy, hogy most gondold végig, hát rengeteg alapjövedelmet kellene kifizetni. Tehát rengeteg, tehát gondold végig a, a bolygó lakosságának kb. fele az munkanélküli lenne. Gondold végig, az beszorozni pénzekkel, az brutál. De csak itt az EU-ban néznéd, hogy mekkora összegeket kellene így kifizetni, az brutál összeg. Tehát akkor ugye mi a cél? Hát az a cél, hogy na, minél hamarabb fődobják a tapukat úgy maguktól az emberek. Érted? De szó szerint ez a cél. Érted? Tehát elérni azt, hogy lehetőleg ne sokáig éljen egy ember. De ez ez pont alkalmazkodik ahhoz a dologhoz, hogy levinni az emberek hangulatát félelem szintjére, a félelem már nem olyan messze van a haláltól. Tehát akinek a tartós hangulata az félelem, tehát nem eseti, hanem tartós hangulata, tehát tartósan fél, az nem olyan sok év van hátra. Mert utána lemegy bánat szintjére, azt utána bánat után lemegy apátia szintjére, azt irány a temető. Érted? Tehát ez van. Tehát ők nem akarnak mondjuk 4 milliárd embert eltartani a hatalom. Érted? nem akarnak. Meg nem ez a céljuk. Tehát ezt hozta a technika, azt értsük meg. Tehát a technika a barátunk, de ezt hozta, hogy a technika fejlődésével nincs szükség az emberre. Érted? Legalábbis sokkal kevesebb emberre van szükség. Érthető ez? Tudod, milyen számítás is van ebben a kapcsolatban? Hogy elég lenne ezen a bolygón 500 millió ember. Érted? Ilyen számítás. Jó, és persze, hát nem tudják falhoz állítani az embereket, a legújó szórozni, mert abból megilázadás lenne, tudod. De ha ők maguk szépen meghalnak, akkor van, nincs gond. Most, hogy mibe halnak meg, hogy mondjuk covid ba halnak meg, vagy esetlegesen, mit tudom én mondjuk, az oltás következményeként, vagy éppen egy influenzába hal meg, vagy bármilyen, mit tudom én, föladja az életet, most ez tök mindegy az ő részükről, mert ez mind természetes halál, érted? Tehát ez nem erőszakos halál, ez természetes halál. Szóval mondom, érdekes világban élünk, de ez mondom, mind a technikának köszönhetjük, gondold végig, a technikai fejlődésnek köszönhető, hogy az emberre nincs szükség olyan mértékben, mint régen. Tehát is gondold végig csak a mezőgazdaságban. Hány kaszás emberre volt szüksége, mire azt a hatalmas mezőt learatták? Érted? Hát még én általános iskolás koromban a 60-as évek vagy végétől a, ugye a 70-es években azt tanultam, hogy, hogy 30 millió embert tetettünk. 30 millió embert etettünk. Ami azt jelenti, hogy kétszer annyi élelmiszert vittünk ki külföldre, mint amennyit itt megettünk. Érted? és annak nagy részét nem gépekkel aratták le, hanem az emberek kézzel aratták le, érted? Még a 60-as évek végén, 70-es évek elején. Tehát akkor még kellett az ember. Hát gondold végig, hát ugye a múltban talicskákkal hordták a földet, és ásóval, meg lapáttal ástak, és nem gépekkel. Hát gondold végig, hogy egy gép, mit tudom mondjuk egy kombány, hány ember munkáját spórolja meg. Rengeteg, rengeteg ember munkáját megsporolja, csak egy gép. Jó, tehát ezt át kellene látni, hogy most az a tendencia van, hogy még addig tartják az embereket munkahelyeken, ilyen alibi munkahelyeken, meg azért nem gépesítenek, mert még nem érték el, hogy az emberek lemenjenek félelem szintjére. Hát nem mennek, mert látod, Németországban lázadoznak, Franciaországban lázadoznak, stb. stb. Érted? Nem mentek le félelem szintjére. Félelem szintjén nincs lázadozás. Oké, okay. ezt át kellene látni. Egy gyönyörű világunk van, lenne, hogyha nem ilyen gondolkodás lenne a világban, mint ami van. És akkor ugye mi történik még itt a világunkban, azon kívül, hogy félelembe taszítják az embereket, hát mindenféle hülyeséggel etetik az elméjüket. <laughs> Érted? de a gyomrukat is, mert ugye olyan vegyszerekkel, amilyettől hamarabb földobják a talpukat természetesen, de az elméjüket is hülyeséggel tömik. Ez, ez a tipikus elbutítás. Tehát egy elbutítás van itt a világunkban. És az elbutítás következménye, hát az eléggé szomorú. Tehát azt látod, hogy lassan sok ember, a legtöbb emberre nem tudsz értelmes dolgokról beszélni. Gondold végig. Tehát ugye mi lenne az értelmes dolog, ami a jövőnket szolgálja? Az a jövő lehet. Közeljövő, távolabbi jövő, vagy egész távolabbi jövő, teljesen mindegy. Olyanról kellene beszélni, ami a jövőnket szolgálja. Ami segíti az egyiket, másikat, ha két ember beszél, akkor segíti a mind a kettőt. Az a beszélgetés, hogy könnyebben boldoguljanak az életükben. Hát nem olyan beszélgetést folytatnak az emberek, hogy könnyebben boldogulnak az emberek az életükben, hanem olyat, amivel lehúzzák egymást. Elkezdenek panaszkodni. Hallod, mit hallottam a tévében, vagy a rádió, vagy mit olvastam az interneten. Érted? És ezzel hülyítik egymást az emberek. Gondold végig. Tehát egy, nem értelmes dolgokról beszélgetnek. Mondom még egyszer, az értelmes dolog az, ami segítené, hogy a másiknak, meg neked könnyebb legyen az életed. Érted? Jobban boldogulj az életedben. És ez azért is fontos, mert mondjuk két idegen ember találkozik. Ez a találkozás ez soha nem véletlen. Nem tudom, ezt... Ebben mennyire hiszel? Én nem hiszem, hogy így van, én tudom, hogy így van. Én erről meggyőzöttem. Jó, tehát ezért ebben engem senki nem tud eltántorítani ettől a, a, tudástól. Ugye a hídből könnyebb eltántorítani, abból se könnyű. Csak könnyebb, de ha valaki valamiről meggyőződött, arról nem tud eltántorítani. Jó, tehát minden Találkozás, két idegen ember találkozása, az azt jelenti a találkozás, hogy nem elmentek egymás mellett az utcán, hanem kommunikációba kerültek. Tehát két ember, ha kommunikációba kerül egymással, az soha nem véletlen. Az azt jelenti, hogy megtervezett, megszervezett. Tehát megtervezett, megszervezett. Okay kik által? Hát ha megtervezett, megszervezett, akkor valaki azt megszervezték, megtervezték. Hát ha megtervezett, megszervezett, az nem magától jön létre. Az azt jelenti, hogy valakik megtervezték. Jó, és ezt most miért mondom? Mert az emberek, nem tudom, tudod-e, hogy itt a bolygón az emberek hány százaléka hisz egy felsőbbrendű lény létezésében? Hm? Tudod mekkora? Körülbelül az egy milliárd ember nem hisz. És a hét meg hisz. Tehát ami azt jelenti, hogy a túlnyomó többség, az a 80 valahány százalék, azt hisz valamilyen felsőbbrendű lényben. És az emberek egy kisebb része, az nem. Az nem. Ugye az a kisebb rész, aki nem hisz, az azért nem hisz, mert nem szimpatikus neki a vallás. Oké? Okay? Mert összekapcsolja a vallást a felsőbbrendű lényel. Na most akkor egy kis történelem, jó? A régen nem voltak vallások. Jó, mit jelent ez a régen? Az ősidőkben. Jó, nem voltak olyan, hogy vallások. Egyetlen egy mai értelemben vett vallás volt, de nem vallás volt. Ez teljesen más volt. Egyetlen egyféle volt, ezt pedig úgy hívták, hogy egy Isten hit. Oké? Okay? De ez nem jártak templom. Tehát, mikor kitalálják azt, hogy voltak a templomok a múltban, több ezer évvel ezelőtt, és ide is templomat raktak, meg oda is, tehát most nem az elmúlt két három ezer évről beszélek, hanem az előtti időszakról. Meg, hogy itt volt az oltár, meg meg ilyenek. Én nagyon jókat mosolygok. Mert az embereknek nem volt szükségük templomokra. Ugyanis az Istenükkel személyesen kommunikáltak belső hangként. Oké? Okay? Ez a belső hang, neked is van belső hang, csak az sok esetben úgy hívják, hogy ego. <laughs> és az ego azt mondja, hogy és te megcsinálod. Szóval az embernek van belső hangja. Sőt, időnként még beszélgetsz is magaddal, nem, sőt, meg is szoktad akár a neveden is szólítani időnként magadat, gondold végig. Tehát ugye el tudsz magaddal beszélgetni, de itt nem arról szól a történet, hogy az ember magáról beszélget, hanem egy olyan lényel, ami sokkal okosabb az embernél. És egy ilyen hitük volt, és ezt a hitet gyakorolták. Oké? Okay? És akkor jöttek az újabb vallások, amelyek ugye azt mondták, hogy hát csak egy Isten van. Hát mert ugye összeszedték a múltból, hogy egy Isten van. És akkor úgy gondolták, hogy ez az egy Isten, az tényleg egy Isten. Tehát ezt próbálták ugye elterjeszteni, hogy az tényleg egy Isten. Közben a múltban ez úgy volt, hogy mindenkinek volt egy saját istene. Most is van, csak nem tudsz róla. Oké? Okay? Ha nem lenne Istened, akkor nem születtél volna meg, maradjunk ennyibe. Oké? Okay? Tehát neked van egy saját Istened, és mindenkinek van, és mindig is volt. Csak az emberek elhitették, hogy ez nem az övé. Pedig ott van a nyelvünkben, mikor azt mondod, hogy jaj Istenem? Nem azt mondod, hogy jaj Istenünk? Hányszor mondtad azt, hogy ja Istenünk? Egyszer se. Jó, maradjunk ennyibe. Világos ez? Tehát a nyelvünkben benne maradt. Miért? Mert a, a magyar nyelv van legközelebb az ősnyelvhez. Tehát a legtöbb kifejezést, szót mi használjuk az ősnyelvből magyarok. Oké? Okay? Ez azért, erre lehetne egy kis büszkesége a magyarnak, aki magyarul tud. Főleg anyanyelv szinten magyarul tud. Tehát a anyanyelve. Mert ha valakinek anyanyelve a magyar, akkor tud anya, ö, magyarul gondolkodni is. Oké? Okay. Tehát ö, fordíts már le más nyelvre azt, hogy magyaráz. Nincs olyan, hogy angoláz, meg románáz, vagy cseház, vagy nem tudom micsoda. Érted? Nincs ilyen. Oké? Okay. Nem tudod lefordítani ezt a szót, hogy magyaráz, mert nincs más nyelven ez. Oké? Okay? Szóval, gondold végig, hogy mondom, van egy csomó szó, amit hoztunk a múltunkból, mondatok, kifejezések. Például ez is, ez a magyaráz. Mint szó. És, és ugye a mi nyelvünkben ott van benne. Az, hogy nekünk saját Istenünk van, minden egyes embernek saját Istene van. Na ez az egy Isten hit. Hogy te nem több Isten hitben hiszel, neked van egy Istened. Az az egy Isten hit. Világos ez? És te ahhoz az egy Istenedhez kommunikálsz, fohászkodsz, stb. stb. Érted? És az, amelyik, Segít neked, de ez nem a Teremtő Isten, a, az Atya Isten, amely a, a lelkedet létrehozta, az nem. Oké? Okay. Az Atya Isten hozta létre a lelkedet, de nem az a te Istened. Oké? Okay. De mégis mondhatjuk azt, hogy a tied, mert a, a Teremtő Isten választotta ki a saját lelked, lelkéből a te lelkedet. Oké? Okay. Gigantikus lélekkel, lélekmérettel rendelkezik, hiszen a világegyetemben mindenhol megtalálható az ő lelke, és ahhoz képest mi borsó lélekkel születtünk. Borsó nagyságúval. Oké? Okay. <laughs> Tehát, de másfél millió éve nem hoz létre magából lelkeket. Jó? Másfél millió éve. Nagyon érdekes a dátum, másfél millió éve, és másfél millió éve indult el a Földön az emberiség. Tehát párhuzamos ez a két dolog időben, hogy ő megállította a lélek teremtését, és közben elindult egy földi, olyan bolygó, földbolygó, amely gyakorlatilag a lelkek, meg egy iskola. Érdekes? Na most akkor nézzük tovább. Tehát neked van egy teremtőd, és ugye ősidőktől időktől kezdve az egyiste hitbe az volt, hogy a spirituális képességeiket az emberek sokkal magasabb szinten művelték, és képesek voltak kommunikálni, érted? A saját teremtőjükkel. Ezt most is meg tudnád tenni, hogyha ismernéd a Módszert és, és gyakorolnád. Érted? Most is meg tudnád tenni. Csak az embereknek ezt a fajta hitét gyerekkorban a drága szülők kinevelik. Tehát a gyerek az újszülött, az kommunikál a teremtőjével. Sőt, nem csak a teremtőjével, hanem egyéb lelkekkel is kommunikál. Milyen lelkekkel jellemzően? Az itt ragadt lelkekkel. Tehát milyen itt ragadt lelkek? Azok a lelkek, akik amikor meghaltak, kiléptek a testükből, és nem hagyták itt a bolygót. Tehát a bolygót el kellett volna hagyni, mondjuk durván 40 napon belül. De nem hagyták el. Itt regettek, és ilyen lelkek itt vándorolnak a bolygón. Általában azon a környéken, ahol meghaltak, ezért nem ildomos, temető mellett lakni. Oké. Okay? Vagy olyan házba, ahol többen meghaltak. Vagy olyan területen, ahol mondjuk olyan háború dult ahol nagyon sokan meghaltak. Azon a területen. Mert ott egy csomó lélek ott rekedt. Nem küldték el. Tehát, ugye én régen rengeteg esküvőn voltam, most már rengeteg temetésre kell menni, sajnos. És én mindig figyelem, hogy a milyen szertartás folyik. Vajon, aki a szertartást végzi, elküldi a lelket. Sőt, ugye javaslom azoknak, akik meg, akiknek a hozzátartozója meghalt, hogy a pappal beszéljenek, hogy küldje el a lelket aztán vagy el fogja küldeni vagy nem oké? Okay? tehát tehát egy léleknek nem amelyik már nincs egy élő testben annak nincs itt dolga, annak el kell mennie, a 40 nap alatt el tudja rendezni a dolgát, aztán mehet. oké? Okay? szóval most gondoljátok végig hogy ezt a kommunikációt Mindenki, aki megérdemli, tudná folytatni a saját teremtőjével. Ha nem élne vissza az információval, ha az etikát ismerné, akkor tudná használni ezt a technikát és ezt a módszert. Tehát ez úgy működik. Most mondok példát. Kovács Magyar András ismerős valakinek a neve? Oké, okay. kinek ismerős? Tegye fel a kezét. Oké, okay. köszönöm szépen. Tudják, tudjuk jól, hogy ő egy olyan személy volt, aki, aki kommunikációban állt a teremtőjével, és elvették tőle ezt a képességet. Nem tudom, tudjátok-e? Volt az a táltos, vagy nem táltos az a, ugye Kovács Magyar András mondta magát tátosnak, volt az, aki a tévé, eszembe jutott. Gyurcsók is így járt. Gyurcsók ismerős a név. Ő is így járt. Neki is elvették azt a képességét, hogy kommunikálhat. Tudod miért? Mert visszaéltek avval a kommunikációval. Tehát szó szerint visszaéltek. Tehát az ember már kapja ezt a képességet. Tehát itt nem 4500 évről beszélek, amikor az emberek ezt a képességüket korlátlanul használták, hanem 4500 év előtti időszakról. Világos ez? Mert a 4500 éve van az az ember, aki mi, mi vagyunk. Oké? Okay? Tehát mi nekünk, mi már úgy vagyunk idézőjebe gyártva, létrehozva, hogy ezt a képességet, ezt nem. Tehát ezt simán elveszik és adják. Érted? Tehát ezt ők ítélik meg a fentiek, hogy adunk ennek ilyen képességet. És ők ítélik meg, hogy jó, kapott, elveszünk. Tehát most gondold végig, gyerekként így születtél, hogy volt ilyen képességed, és utána elvették ezt a képességet, tudod mi miatt? A szüleid miatt. A szüleidnek köszönheted. Tehát a szüleid spirituálisak lettek volna, és engedték volna, hogy a te képességeid maradjanak, ezek a kommunikációs képességek, akkor most is rendelkeznél ezzel a képességgel. Ezért van az, hogy vannak, akik gyerekkoruktól rendelkeznek ilyen képességgel, mert a szüleik nem vették el. Világos ez? És ezért nem a szülők veszik el, a szülők működése veszi el, és a fentiek veszik el ezt a képességet. Világos? Tehát most gondold végig egy gyereknek, aki kommunikál lát szellemlényekkel, sőt, ugye a teremtőjével, és akkor azt mondaná azt. Mondaná, hogy mi van, és a szülő meg azt mondja, hogy az nincs. Te rosszul látod. És ez folyamatosan ez lenne. Milyen konfliktus lenne ebből a szülő és a gyerek között, ami azt jelenti, hogy egy ilyen tudatásadásos állapotba vinnék a szülők a gyereket. Azért, hogy ez ne történjen, megfogják és elveszik ezt a képességet. Világos ez? Ja, így is most már érted. <laughs> Oké. Okay. Tehát a szülők azok a tudatlanságuk révén csinálják ezt. Nem azért, mert rosszat akarnak a gyereknek, hanem nem tudják, hogy, hogy nekik olyannak kell lenni, akik ismerik ezeknek a működését. És meg tudod figyelni minden gyereknél, minden kisgyereknél, hogy kommunikál szellemlényekkel. Ugye mi már azért a, spiritualitással 80-as években valamilyen szinten elkezdtünk foglalkozni, és a saját gyerekeinken megfigyeltük ezt. Most a unokámon is ugye meg lehet figyelni, de minden kis gyereken meg lehet ezt figyelni. Aztán lehet látni, hogy meddig. Tehát a szülő spirituálisak, akkor ez a képesség marad. Ha ez ugye a szülő nem spirituális, akkor fogják elveszíteni ezt a képességet. Azért, hogy ne bolonduljon idézőjelbe bele a gyerek. Érted? Jó? Tehát euh, érdekesek ezek a dolgok, de ugye nem azért vagyunk itt, hogy most erről beszéljek. Ilyenekről is szoktam beszélni. Módszert nem adok ebben az első részben, a második részben. Ugye lesz lehetőséged arra, hogy beletekints a második részbe, ugye végig legyél, akár a végén kérdezz is. És, euh, és lényeg az, hogy... hogy Itt az első részben csak arról van szó, hogy hogyan működik az élet, hogyan működik a, az ember, de arról nincs szó, hogy hogyan változtassuk meg ezt a dolgot magunkban. Jó? Ez a módszerek, azok a második részben találhatóak. Na szóval lényeg az, hogyha megnézzük itt, hogy igazából mit is csinálunk, hát van egy általános elbutulás a világunkban, ami nem jó. Hát, ami nem jó tehát ez az általános elbutulás, ez valami aromi rossz irányba sodorja az emberiséget. Tehát nagyon rossz irányba. És ugye én az emberekkel 87-ben kezdtem el foglalkozni, 91-től van saját szervezésű csapatom. Tehát 91-től. Azóta, 91 óta négy. Piacvezetői pozíciót értünk el, három az nem szellemi téren, hanem fizikai téren. Hát három fizikai téren, pénzügyi téren voltunk régen piacvezetők, három különböző területen. Képzeljétek el, abból kettő olyan, hogy már égesség nem csináljuk, ugye az egyiket 2000 óta, a másikat 97, vagy 2007 óta, és mégis piacvezetők vagyunk benne elég jelentős eredményeket értünk el. Ugye, amit most csinálunk a kócsképzések terén, piacvezetők vagyunk. Mi a kócsképzés? A kócs azt jelenti, hogy ember és élet jobbító, egy szakma egyébként a kócs. A kócs mit csinál, kihozza az emberekből a legjobbat és a legtöbbet. Oké, mint egy edző, azért kócs, mert edző, csak nem sportedző, hanem szellemi edző. Jó? Tehát olyan tanácsokat és módszereket ad, amivel az illető képes megoldani egy élethelyzetét. Világos ez? Tehát ha elakad egy élethelyzetbe, akkor meg, tud oldani, meg tudja oldani. Na most, beszéljünk egy olyan dologról, amit így még nem mondtam, jó? De ezt most terveztem, hogy valamikor el fogom mondani, ezért most el is mondom. Tapasztaltad azt, hogy kapsz problémákat, nem? Volt már olyan probléma az életedben, amit nem oldottál meg? Kinek volt olyan problémája, amit nem oldottad meg? Azt tegyem már fel a kezét. Oké, okay. jó. Tehát volt ilyen probléma. Na most az imént mondtam azt, hogy ebben az életben, ugye minden megszervezett. Vagy ha nem mondtam elég nyomatékosan, akkor még egyszer mondom, hogy itt az életedben semmi nem történik úgy, a találkozásokról beszéltem emlékszel, hogy nincs megszervezve. Tehát ezáltal, mivel meg, meg, van szervezve, ugye, tanulnunk kellene abból a kommunikációból. Érted? Tehát most úgy kommunikálnak az emberek, hogy nem tanulnak belőle semmit. Hanem beszélnek olyan dolgokról, aminek az ég a világon semmi értelme. Jó? Tehát az életünkben minden megszervezett. Ahány problémád volt az életedben, az mind meg volt szervezve. Hallottál már talán olyanról, hogy hogy a problémáid az érted vannak? Hallottál? Ki az, aki hallotta ezt a kifejezést már, hogy a problémáid érted vannak? Oké. Okay. Na most, ha az véletlen, akkor nem lehet érted. <laughs> az lehet érted, ami megszervezett. Tehát véletlenül nincsenek érted dolgok. Oké? Okay? Tehát megszervezett erről, hogy kik szervezik, majd mindjárt beszélek róla. Szóval, van a problémáid, és egyet tudni kéne a problémával kapcsolatban. Hogy a problémát azért kapod, hogy változtass, változ. Ha nincs probléma az életedben, nincs változás az életedben. Oké? Okay. Tehát a problémát azért kapja mindenki, hogy változzon, változtasson. Világos ez? Tehát a változtatáshoz változásra van szükség. Ha nagy változtatás, akkor nyilván nagy változásra van szükség. Tehát mindig így volt, mindig is így lesz. Azért kapjuk a problémáinkat, hogy változzunk, változtassunk. Oké? Okay? Tehát a változtatás és a változás a szoros összefüggésben van egymással. Akkor van változtatás, ha változol. Akkor van változás, oké, okay, ha változtattál. Akkor változol meg, ha változtattál. Érted? Tehát ha minden marad a régiben, akkor nincs változás. Érted? Tehát most mondok egy dolgot. Az is egy változtatás. Hogyha mondjuk munkahelyet változtatsz, és távolabb kell menni, vagy közelebb kell menni. Érted, kevesebbet, vagy többet kell utazni? Érted? Tehát minden változás az egyben egy változtatás is, ha jobban megnézed. Jó, ezt jó, ha tudjuk. És azért kapjuk a problémát még egyszer, hogy változtass. Na most, gondold végig, ha jó dolgok történtek veled, akkor soha nem változtattál semmin. Miért változtattál volna, ha jó dolog történik veled? Nézd meg, bármikor történt veled valami jó dolog, annak nem volt változás a következménye. Érted? Tehát sok esetben még azt is látod, hogy összejön két ember, párkapcsolat, ugye pont párkapcsolati kócsképzésünk van a második részben. De a két ember nem változik semmit, és utána szétmennek. Mert ahhoz, hogy együtt tudjanak működni, ahhoz változni és változtatni kellene. Világos ez? És mivel nem változtatnak semmit, hiába megszerették egymást, az még nem feltétlenül hoz létre változást. És ezért kapják az emberek a problémát, hogy rákényszerüljenek a változásra, a változtatásra. Érted? Tehát ez nagyon fontos, hogy jegyezzétek meg. Most onnantól kezdve gondold végig, lehet, hogy azt tudod már innentől kezdve mondani, ha végig gondoltad ezt a gondolatot, hogy lehet, hogy mégiscsak értem, van a problémám. Hát mert változtatni kell. Figyelj, a felsőbbrendű lény, aki az életedet nézi, A te teremtőd, az felsőbb rendű lény, és sokkal jobban ért a dolgokhoz, mint te. És sokkal jobban tudja, hogy neked mire van szükséged, mint te. Ezért például, mondok példát, úgy hasonlítsd ezt össze, mint mondjuk van egy kisgyereked. Kinek volt már kisgyereke, vagy van kisgyereke, jó? Oké. Okay. Na most. Biztos észrevetted nem, hogy te jobban tudod, hogy mi a jó, mert mit kellene tennie, mint ő. Na hát ugyanígy van. Mivel, miért tudod jobban? Hát mert tapasztaltabb vagy, okosabb vagy, stb. 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 Nem? Idősebb vagy? Nem? Na most akkor nézzük meg. Miért tud neked segíteni a teremtőd? Mert sokkal okosabb, mint te. Világos? Tapasztaltabb hosszabb életet élt, mert nem született újra. Mit tudom én, te vagy mondjuk 40 éves, van 40 éves tapasztalatod. Ő meg nem született újra, és mit tudom én, van 2 milliárd éves tapasztalata. Világos ez? Nos szóval, lényeg az, hogy itt, itt vannak a problémák, és az ember nem tudja megoldani, akkor kapja a problémákat. Addig kapja, még nem oldja meg. Tehát azért kapjuk a problémákat, hogy változzunk, változtassunk. Ahhoz, hogy változzunk, változtassunk, ahhoz tudással kell rendelkeznünk. Világos ez? Ha nem tanították ezt nekünk, akkor tanulni kell, akkor, amikor ezzel találkozik az ember. Nem majd egyszer lehet majd egyszer azt mondani, hogy ha majd egyszer, mikor olyanok lesznek a körülményeim, majd akkor fogok tanulni. Addig meg még megélsz egy csomó-csomó problémát, és nem tudod megoldani, érted? És nem lesz változás az életedben. És ugye miért, miért kapunk problémát, hogy változzunk, ugye ezt már beszéltem, de nem is ez a lényeg most, hanem mindig cél érdekében történik a változás. És neked van egy küldetésed, amiért leszülettél, az a fő célod, amiről nem tudsz. Amit meg kellene tudni, és itt megtudhatod, hogy mi a küldetésed. Érted? Hogy miért születtél erre a bolygóra? Te azt gondolod azért, hogy mit tudom, megszüld a gyerekeidet, ha hölgy vagy, a férfi vagy, akkor megcsináld a gyerekeidet. Érted? Nem ezért születtél. Ez csak egy kisebb feladat, érted? Ennél van egy nagyobb feladatod, a saját küldetésed, ami minden embernek a születési dátumában benne van. Minden embernek a születési dátumában benne van. Hogy miért született le erre a bolygóra? Mi a küldetése? És gyönyörűen kiolvasható. No, akkor nézzük, nézzük tovább. Ezt a küldetés szolgálja, azok a feladatok, amit az életben teszel, de azok a feladatok, ami változást hoz létre. Tehát magyarul probléma. A probléma az nem probléma, az feladat. De minden problémát csak úgy tudunk megoldani, hogyha változunk, változtatunk. Ha nem változol, mégis megoldod, de nem változol, mint hányszor van olyan, hogy mondjuk párkapcsolat, maradjunk a párkapcsolatnál, ha már. Abban van a, ugye, a képzésünk, nem ez, hanem a következő. Hányszor találkozok olyan párkapcsolati coachingnál, két embert coachingolok, hogy, hogy tudom, én mondom, hogy mi a feladat, megcsinálják, rendbe jön a dolog, de nem változnak, és újból előjön az a probléma. Rengetegszer van ilyen. Tehát ahhoz, hogy ne kapd újra azt a problémát, Változni kellene. Hát fel kellene ismerni. Mert akkor tanultál belőle, ha változol, érted? Ha nincs változás, akkor ugyanúgy létre fog jönni ugyanaz a probléma. Érted? Most mondok példát. Mitől én vannak olyan emberek, akiknek a türelmet gyakorolniuk kell. Például elkezdi gyakorolni egy adott helyzetben mondjuk a türelem gyakorlását, azért ezt a helyzetet meg tudja oldani. Igen, és akkor büszke magára, hogy megoldotta a helyzetet. Jó, akkor már jön egy következő dolog, amiben szintén türelmet kellene gyakorolni, de nem csinálja. És ugyanabban a helyzetben fog belekerülni. Megint. Érted? A türelmetlenséggel révén. Tehát az nem változás, hogy valamit mondjuk használunk egy módszert, de nem változunk meg. Érthető ez? Tehát a változás az, hogy megoldasz egy dolgot, és utána annak alapján élsz. Érted? Annak a szabályai alapján kezdesz -e élni. Ha türelem kellett valamihez, akkor türelmesebb leszel, mint eddig. Innentől. Nem tudom, világos-e. Jó? És ez mindenről így van, nem csak a türelemről. A türelmet csak egy példaként hoztam most föl. Jó? Tehát van egy teremtőd, és akkor nézzük meg ez a teremtőd. Ez hol helyezkedik el? Tehát itt van tíz életterület, és itt van a tizedik életterületen a teremtőddel való kapcsolat. Tehát ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a saját bőrében, ezzel a tíz területtel helyesen kellene bánni. És az nem csak azt jelenti, hogy fogod és a problémáidat megoldod, hanem azt jelenti, hogy olyanná válsz, aki megelőzi azt a problémát. Nem tudom, világos -e. Mert ha nem előzöd meg a problémát, akkor kipróbálják, hogy na, kapsz még egyet, és akkor megnézzük, hogy vajon hogy tudod kezelni azt a problémát. Oké? Okay? Tehát erre nagyon jó példa egyébként a türelem. Tehát itt van ez a tíz életterület, teljesen egyedülálló, hogy ezen a tíz életterületre tudást egy helyen kapsz. Nincs több ilyen a bolygón. Oké? Okay? És akkor nézzük meg, hogy hogy még egy dolgot ebben a kapcsolatban. Azt mondja, hogy tisztában vagy azzal, hogy mi az, hogy fény fényküldött. Hm? Mi az, hogy fényküldött? Fényküldöttek azok, akik születésük előtt önként vállalták, hogy segítenek a bolygó lakóinak kigyógyulni a félelemből. Félelem generálása van. Segítenek a bolygó lakóinak kigyolodjulni a félelemből, és a következményeiből, a félelem következményeiből. Minden fényküldött egy isteni, szent feladattal érkezett. Ott van benne a küldetésedben. Céljuk a földi emberek gyógyítása és tanítása. Oké? Okay. Nézzük tovább. A fényküldöttek egymásra találnak, megérzik egymásban a tüzet, lelkesedést, segíteni akarást, a bolygó és azon élő minden élő lény testi-lelki gyógyítása iránti vágyat. Oké? Okay? Tehát ez a jobb világunk legyen. Tegyünk azért, hogy legyen egy jobb világunk egyre inkább csoportot alkotnak, hogy egy ügyet együtt, egy ügyért együtt cselekedjenek. Mindenki más és más egyéni részfeladat megvalósítására hivatott. Így a csoporton belül mindenki megtalálja a saját maga helyét. Ezt csináljuk. Ha nem tudtad volna, azt, hogy igazából ki vagy, akkor el kellene gondolkodni azon, hogy ha téged valaha érdekelt az, hogy milyen jó lenne egy jobb világ, és kellene azért tenni, hogy jobb legyen, érted? De ne csak neked, másoknak is. Akkor te fényküldöttnek születtél. Érted? És itt a fényküldötteket tovább képezzük. És ugye mindenki fényküldött, aki mondjuk indigónak született, aki mondjuk kristálynak született, kristálygyereknek, vagy szivárványgyereknek gyereknek született. Nagyon sok. De nem csak azok, hanem a többiek közül is. Tudod, kik nem, a fény, nem fényküldöttek? Azok, akik már sok inkarnációs folyamatot megéltek, és elfelejtették azt, hogy ők honnan jöttek. Mert ugye aki kevés inkarnációt élt meg, az még emlékszik, hogy ő honnan jött. Az isteni létformából. Tehát az azt jelenti, hogy az isteni létforma alsó része, a legalsó része az az ember, és az emberek felett az angyalok vannak. És ugye az angyalok felett a fő angyalok vannak, tehát arkangyalok. És akkor így mehetnénk tovább. Ugye ott is van hét szint a fenti létformában. És ugye ha megnézed, az angyal és arkangyal az még csak a második szint. Jó, tehát ugye az arkangyal az második szint. Tehát az angyal vagy a fölötti létforma az az isteni létforma. Oké? Okay, csak, ugye, nem olyan materiális, mint az ember. És az embernek emlékeznie kellene, és sok ember emlékszik is, hogy valami furcsa, mint a nem ide tartozó lennék. Emlékszik arra, hogy fentről jött, mert még nem sok reinkarnáción vett részt. Nem sok újra születése. Tehát van valaki itt, ami 10-15 reinkarnáción vett részt, hát persze, hogy nem emlékszik. Tehát akik eddig kérdezték tőlem, hogy hányadik reinkarnációban van, az egyik se volt, 4-nél több még eddig. 4-nél több. Nagyon érdekes. Oké? Okay. És az azt jelenti, hogy viszonylag friss lelkek itt a Földön. Nem fiatal lelkek, hogy a legtöbb lélek az jóval idősebb, mint másfél millió éves. Sőt, a legtöbb lélek az ott kezdődik, hogy milliárd éves. És akkor itt vagyunk a Földön. Miért? Ami itt le van írva. Hogy segítsünk az embereknek ebből a félelemből kimenni. Értitek? Ez a dolgunk. De az, hogy a félelemből kimenjenek az emberek, Tudással kell rendelkezni, nem csak tudással kell rendelkezni, hanem bízni kell a jövőben. Világos ez? Tehát nem pessimistának kell a jövővel kapcsolatban lenni, hanem optimistának. Ha megnézed a legtöbb ember, olyan pessimizmussal bír, hogy ihaj. Tehát nekünk az is a dolgunk, hogy Megváltoztassuk az embereknek ezt a negatív hozzáállását az élettel és a jövővel kapcsolatban. És hogy ki mennyinek fogja megváltoztatni a gondolkodását, ez most ebből a szempontból teljesen részletkérdés. Most van erre vonatkozóan a kiválasztódás. Oké? Okay. Tehát ez a Kárpát medencéből indult el, és én már erről beszéltem már a 90-es évek vége felé, hogy a Kárpát-medencéből fog elindulni. És ugye nem a 90-es években indult ez el a Kárpát-medencéből, hanem 2010-től indult el a Kárpát-medencéből. Tehát még a korszak előtt, amikor ennek a vaskornak, amiben vagyunk, vége lett. Hát még a következményeit éljük, ezért nem éled azt, vagy nem látod azt, hogy a vaskornak vége lett volna. Mert a vaskor után az aranykornak kellene lenni, a szeretetkornak. És azért vagyunk itt a Földön, akármilyen hihetetlen, ha hiszed, ha nem, mert ezáltal, hogy 2010-ben elkezdtük létrehozni az aranykort, Létrehozni a szeretett korszakot, egyszerűen esélyt adtunk az emberiségnek a túlélésre. Mert 2012. december 22-vel lejárt az aranykor. A vaskor, bocsánat. A vaskor. És akkor azt mondták, hogy világvége. Az korszak vége volt, nem világvége. Csak rosszul fejezték ki magukat. Oké. Okay. És most egy korszak elején vagyunk. De a minden korszak eleje a sötét. És a világosságot nekünk kell elvinni az emberek szemét felnyitni. Hogy igenis van pozitív jövő. Érted? Ez a mi dolgunk. És miért pont az én vezetésem alatt? Hát mert olyan tapasztalataim vannak, és olyan tudásom, hogy ezt meg tudjuk csinálni együtt. Érted? Tehát hiába vannak hasonló tudású emberek, mondjuk spirituálisan, mint amilyen én vagyok, nem élték meg azokat a dolgokat. Őt nem vitték piacvezetői pozícióba embereket, cégeket. Érted? Ez azt jelenti, hogy nekünk kell megcsinálni. Gyűjtjük azokat az embereket, akik nem elégedettek ezzel a jelenlegi világgal, és akarnak tenni azért, hogy legyen egy jobb világ. De ez fel kell nyitni a szemüket. És ez a dolgunk, hogy felnyissuk a szemüket és összefogjuk őket. Rengeteg felnyitogató ember van, spirituális tanító, akik teljesen jól csinálják, nyitogatják az embereket. Csak nem tudják összefogni őket. És mi össze tudjuk fogni őket. Érted? Ezért vagyunk ebben a legnagyobbak már. Jó? És egy csodálatos dolog, gondol végig, korszakalkotók vagyunk, korszakalkotó lehetsz te is. Ez egy csodálatos. Gondold végig. És akkor itt van egy tandíj, teljesen megfizethető, ugye akciós áron adjuk, ez egy 200 ezer forint havi értékű tandíj, azért azt elmondanám, oké, okay. az itteni képzés és adjuk az első hónapban 19.700-ért akciósan, a második hónaptól pedig 12.500-ért. Ez 30 óra képzés. Oké? Okay? Tehát az azt jelenti, hogy 7000 forintos óradíjjal adnánk egyébként. És ezzel szemben adjuk a második hónaptól 420 forintos óradíjjal. Jó, hát havidíjat fizetnek az emberek, vagy van, akik előre befizetnek mondjuk egy negyed évet, mert érdemes mondjuk három hónapot előre egyszerre befizetni, az 44.700 forint, hát nem egy nagy összeg, még az se, de lehet nyugodtan havonta fizetni a tandíjakat. És akkor ki lehet próbálni. Most mit veszítesz azzal, ha valamit kipróbálsz? Próbáld ki. Most itt vagy a közösségben, aki személyesen itt van, vagy ott a, ugye az interneten keresztül a Skype-on csoportok nézik az előadást, illetve hát ugye az előadást nem csak csoportosan lehet nézni, hanem otthon is lehet nézni. Élőben, interneten keresztül lehet felvételről is nézni a képzéseket természetesen. Lehet hallgatni is a képzéseket, valaki azt mondaná, ne tám, tehát én nekem nincs időm nézni. Hát akkor dugd be a fületbe, a telefonodon keresztül, azt hallgass, érted? és akkor tudod élőben is hallgatni, tudod felvételről is hallgatni, tudod utólag is bármikor, bár, bárhányszor le is tudod tölteni, érted? Tehát akár a hanganyagot, akár a videót is, ha van elég tárhelyed, ezeket meg tudod oldani, és tudod a képzéseket hallgatni, és tudsz fejlődni, tudsz változtatni, tudsz segíteni másoknak. Hát a kócs arról szólna, hogy kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Hát a, Másokból ki tudod hozni, akkor magadból is, nem? Gondold végig. És létre kell hozni egy jobb világot, mert különben nézd meg, hova halad ez a világ. Ez a világ nem jó felé halad. Abszolút nem jó felé. Mi lesz ebből a világból? Én tudom, hogy mi lehet ebből a világból, ha nem lépünk ki. Nem lépünk ki ilyen téren abból a posványból, amiben most van az emberiség, és nem húzzuk ki őket ebből a posványból. Érted? Az hát én tudom. Ezért is, ugye, tenni kell a dolgunkat, hogy az a jövő ne következzen be. És ez nagyon érdekes, mert hogy állok az idővel? Ám már mert nem mondhatom, majd a második részben, mindjárt felírom, mit akartam mondani. Jó? No, tehát, hogyha úgy látod, hogy itt a helyed várunk szeretettel, akkor maradj a második részben is, ugye a szünet után kezdődik a második rész egészen negyed-kilencig, akkor maradj nyugodtan és be tudják tekinteni a második részbe, ahol már módszerek is vannak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!